Berlinben megkezdődött annak a két német férfinak a tárgyalása, akiket hazaárulással vádolnak. Az ügyészek szerint a vádlottak a német titkosszolgálattól bizalmas információkat szereztek, amelyeket átadtak az orosz biztonsági szolgálatoknak. Tettük súlyos veszélyt jelent Németország biztonságára. Az ügy részletei nem nyilvánosak, de a Spiegel magazin úgy tudja, hogy az átadott dokumentumok a Wagner félkatonai csoport megfigyelésével kapcsolatosak.